Azok közé tartozik. Ő a vándorpatkány. Azt fel tud menni. Nézd, anya, ott fel tud menni. Azt mondják erre az állatra, hogy ronda, csúnya, büdös, harap, karmol, rúg. És a lehető legrosszabb fenyegetések terjeszti a pestis, mondjuk ez igaz. De ez miért is terjeszti a pestist? Mert az ember, amikor elkezdett a pestis korszak, az 1400-as évek, akkor egy nagyon-nagyon csúnya mocsokban élt. Minden koszt kiöntött az utcára, és ez a minden tényleg mindenre értendő. Abba közlekedtek, és hát szegény állatot elhajtották a mezőlőbe, ment a városba, benne volt a koszban, nem ő akarta. És az ember irigy lett, mert ő nem lett sose beteg, csak cipelte a betegséget, és ráfogta, hogy minden miattad van. Ehhez képest ez egy olyan hűséges állat, mint a kutya. Ragaszkodik az emberhez. 4-5 hetesen magához veszi az ember, a zsebébe bele lehet nevelni. Kapuszniba, kis táskába, bármibe beleszokik, és ott marad. Nem hagyja el az ember testfelületét, csak hogyha megtanítja neki. Azt mondják rá, hogy nagyon okos állat. Ez így van. Én kipróbáltam a saját tenyésztési patkányaimon. Egy 4 hetes kis patkánynak építettem egy labirintust. Olyan bonyolult a sikerült, hogy még én is elfelejtettem, pisztollal behúztam, hogy tudjam mégis merre kell menni. Beraktam a patkányt, 2 órát bolyongott benne. Eltelt 1-2 hét, kimostam a járatokat, feltöltenítettem, teljes szagmentesítettem, belehelyeztem a kis patkányt. 2 perc alatt jött ki belőle, és soha többet nem felejtett el. Azóta is előveszem, belerakom, végig megy rajta. Nagyon szeret enni. Mindent megeszik, a csirkecsonttól kezdve a porcelántányéron át. Miért teszi meg a porcelántányért? Mert én megszanítottam neki, hogy ehet velem együtt a tányérból. Na már most, ha akkor érkezik, amikor én már megettem, akkor neki esik a tányérnak és bünteti a tányért, mert nincs benne semmi. Utána büntet engem, felmászik a vállamra, belenéz a számba. Ha nem vagyok hajlandó kinyitni, addig karmolgatja meg, piszkálja, amíg ki nem nyitom, hogy belenézhessen. Hogy nincs benne semmi, és akkor elmegy. Hát ez azért már súlyos fóbiának a következménye, ne roncsuk el a kis kedvencünket. Merem ajánlani bárkinek első kis kedvenc, a gyerek legjobb barátja lesz. Nem unalmas, mint egy hölcsök, hogy nappal alszik, éjszaka rohan, meg hogy megfogom, és akkor kiugrik, és egyből megharap. Nem. Nagyon fantasztikus barát lesz bőle. Meg lehet tanítani a nevére, türelemmel, labdázni is megtanul, visszaprigatja a pingpong labdát. Nem úgy, mint a kutya 200-szor, 2-3-szor mondjuk. És csak jutalom valamit.